Csak akkor lehetne sztrájkolni, ha előtte megállapodás született az elégséges szolgáltatásról. Egyebek között ez áll egy rejtélyes parlamenti indítványban. Azért rejtélyes, mert nem tudni, ki terjesztette elő, ám a Liga szakszervezet birtokába jutott a parlamenti fejléces iromány. A szakszervezeti szövetség azonnal tiltakozott, a kormány szóvivő azt mondta, nem tud az iratról, de a kormány is szeretne új sztrájk szabályozást. Sztrájk, sztrájk, sztrájk. Megszokott képek az elmúlt évekből. Ezután majd ritkábban lehet ilyeneket látni, ha a parlament elfogadja ezt az új indítványt. Nem tudni, ki jegyzi, mert aláírás, név, dátum nincs rajta, de a formája hivatalos. A javaslat megtiltaná a sztrájkot addig, amíg a szakszervezet meg nem állapodik a vállalattal a még elégséges szolgáltatás mértékéről. Azaz, nincs vasutasztrájk például, amíg nincs megegyezés, hogy mennyi vonat jár munkabeszüntetés idején. És ha nincs megegyezés, bíró döntene, addig pedig tilos lenne sztrájkot kezdeni. Gyakorlatilag a sztrájkjog megvonása ez a közszolgálati munkaterületeken, hiszen amíg a bíró elkezd döntögetni, meg gondolkodni, addig akár okafogyottá is válhat egy sztrájk különféle okok miatt. A kormány szóvivő szerint ez nem kormányjavaslat, de híradónknak adott interjújából az derül ki, hogy a kormány is fontolgatja a sztrájkra vonatkozó eddigi szabályozás megváltoztatását. Egyelőre nem láttam ilyen előterjesztést a parlament honlapján, úgyhogy ahogy megjelenik ez, természetesen a kormány azonnal kialakítja róla az álláspontját. Az tény, hogy ez egy régóta húzódó kérdés, amit rendezni kell. A javaslat ezen kívül megszüntetné a független szakszervezeti tisztségviselői jogállást, azaz a vezetők nem lehetnének főállású szakszervezetisek. Megszűnne a tagdíjak automatikus átutalása is, ami anyagilag is gondokat okozna a dolgozók pénzéből működő szakszervezeteknek.